Hölgyek, urak, szép, nem jó estét, szóval szép napot kívánok mindenkinek, én Szelecki Ádám vagyok, önök pedig a Tantusz című műsort látják itt a Viaszat 3 televízióban. Nem véletlenül mosolygok ennyire, én már tudom azt, amit önök nem tudnak, hogy a nyereményünk összege, megmutatjuk önöknek kiírva a képen, szóval a nyereményünk összege 250 000 forint, na most ez egy dolog, hogy ez így ki van írva ide, de én azt szoktam ilyenkor mondani, hogy kiírva is szép az összeg, de sokkal jobb vizuálisan, úgyhogy most komoly hetek, kemény technikai munkálkodásának köszönhetően egy nagyon fantasztikus trükk következik. Jöjjön a nyeremény! Oh! Megvan a nyereményünk, nem is húzom az időt, nem véletlen, valaki leeresztette nekem ezt a pénzt. Tessék velünk maradni! Reklám. Bumper következik, és utána jövünk, ezt a pénzt lehet innen megnyerni, tessék velünk maradni mindenképp, hiszen 250 000 forintról beszélünk, ha hagyják, hogy levegyem innen. A mindenség itt neki. Valószínűleg a Csillagok háborúja első részének a forgatásánál lehetett ilyen technikai személyzet, és ilyen komoly fejlett technológia a trükkök kifejlesztéséhez, ami itt volt nálunk a stúdióban. Kérem szépen, 250 000 forint, tessék megnyugodni, mindenki túlélte ezt a produkciót. 0-81-32-32-32 van egy feladványunk önöknek, megmutatom, és akkor kezdhetjük most már komolyan a játékot, mert jól elnevettük az elejét, viszont tény, hogy 250 000 forintért játszunk. Ja, a fejem közben el van takarva. Szóval tény, hogy 250 000 forintért játszunk még mindig abban a rendszerben, ahogy önök ezt megszokták itt a Viaszat 3-nál gondolkodni. Itt ragadom meg az alkalmat, hogy ismét szerte foszlassak. Fura volt a másik szó. Szóval ismét szerte foszlatnék. Egy tévhitelsó lehetőség, hölgyek, urak, kevesebb, jóval kevesebb, mint egy percük van még. 0-81-32-32-32, még mindig 300 000 forintért fog játszani az a betelefonáló, aki a megfelelő pillanatban hívott minket, a megfelelő másodpercben regisztrálta magát, és őt választja ki a számítógép. A megfejtésünk pedig, önöknek kéne megmondani, 0-81-32-32-32, ex-amerikai elnök, és úgy gondolom, hogy pillanatokon belül lejár az óra, úgyhogy most már nem lehet hívni, most már tessék letenni a telefonokat, mert vége a ketyegésnek, vége a játéknak. Mindjárt vége, na most lett vége. És nem véletlenül, közben kapom az információkat, hogy mik voltak a rossz megfejtések, viszont természetesen van helyes megfejtőnk, a helyes megfejtőnket pedig kiválasztotta a számítógép, már vissza is hívtuk őt, és én most megszólítom. Halló, halló! Jó napot kívánok! Kezi csókolom, én Szelecki Ádám vagyok. Kérhetek egy neved? Beáta. Kezi csókolom, Beáta. Honnan hív minket? Agárdról. Agárdról? Igen. Mindenki kinn a strandon? Nem, most nem vagyunk a strandon. Miért nem? Üssülünk egy kicsit. Ja, értem, tehát a strandon mindenki megsül. Igen. Ezért inkább mindenki a fa alatt hűsöl most. Jó, akkor én nem húznám az időt. Kérném szépen a szivaros úriember nevét. Bill Clinton. Bill Clinton, így van. Bill Clinton. Sikerült hamar rájönni? Igen. Akkor jó, akkor nem kellettek az én rossz májú segítségeim hozzá. Nézzük a jackpot játékunkat. Játszott már ilyet? Még nem. Még nem? Soha nem is látta a műsort. De láttam. Akkor tudja, hogy kell játszani a jackpotért? Igen. Akkor jó, akkor nekem nincs miről beszélni. Szépen felemeljük ezt a dolgot, és azt szeretném mondani, hogy ön akár 300 000 forintot is nyerhet, amennyiben ezt nem nyeri meg, nem kell elkeseredni, most már csak a pénzgyűjtésről szól a műsor. Tessék nekem választani. Lakat. Még egyszer, hogy kérjem, a? Lakat. Lakat. Nézzük a lakatot. 5000 forint van a lakat alatt. Nem megijedni, nem elkeseredni. Ebből mennyi fagylaltot lehet venni az agárdi popstrandon? Rengeteget. Menjünk tovább. Lakat, utána? Esernyő. Esernyő? Vagy mi az ott? Paprika? Paprika, atya úristen. Bocsánat. Semmi probléma. Paprika. 5000 forint a paprikáért, és Jézusom, és most kapom a legfrissebb információt, hogy állítólag az a paprika, az tényleg esernyő. De itt mindenki paprikának hívja. Úgyhogy gratulálok, sikerült az első embernek felismerni a paprikánkat, mint esernyő. Na és még egy nagy összeget a végére. Napocska. Napocska, na mi van a napocska alatt? Ott van a Tantusz logó, ez azt jelenti, hogy ön 35 000 forintot nyert. Na hát... Ez fantasztikus, itt mindenki azt hitte, én egy hete folyamatosan adásban azt szoktam mondani, hogy a jó finom magyar paprika. Erre kiderül, hogy esernyő, és önnek van igaza, nem nekünk. Gratulálok, köszönöm szépen, hogy betelefonált.
Hát tessék elkölteni, ott volt a másik két Tantusz logó. Köszönöm, hogy hívott, remélem még találkozunk. Kezi csókolom. Én is köszönöm, viszont hallásra. Kezi csókolom. 35 ezer forint volt az utolsó nyereményünk. Úgy gondolom, hogy ma megint kitettünk magunkért a nyeremények tekintetében. A táskát nem vitték el mellőlem, a táska még mindig itt van 300 ezer forinttal. Ki tudja, lehet, hogy ezt holnap eljátsszuk. Önöknek meg szeretném köszönni. Igen. Akkor az esernyő. Esernyő, igen. Amit mi paprikának hívunk. Ott egy Tantusz logó, ez 25 ezer forint. Ez eddig 35 ezer forint, na és még egy jó nagyot a végére. És akkor a citromos teja, vagy minek látom én azt a 10 ezer alatt? Ja, nem, az egy vetítőgép. Na, akkor azt. Az egy vetítőgép. Hát az mindennek kínés, csak nem vetítőnek. És ott is 10 ezer forint, mert ez 45 ezer forint volt. Milyen érdekes, tényleg citromos tehának tűnhet. 45 ezer forint. Örülök neki, nagyon szépen 45 ezer forint, remélem ebből sikerül jó sok hideg üdítőt venni, vagy bármi mást. Kezi csókolom, köszönöm szépen. Viszont hallásra, nagyon szépen köszönöm. Szóval, hölgyek, urak, ez még mindig a Tantusz. Ebben a műsorban, ebben az egy órában a 0681-32-32-32-es telefonszámon lehet hívni minket, ezzel a számmal játszhatnak önök, ezen a számon játszhatnak önök velünk, rengeteg kérdésünk lesz, egészen pontosan ez a rengeteg, három darab kérdés, és hogy az első kérdésben mennyi a garantált nyeremény, nagyon fontos, sokszor játszunk jackpotért, most nem játszunk, az első kérdésünk fix nyereményért megy, ez azt jelenti, hogyha valaki betelefonál és felhív minket, és bejut, és a számítógép kiválasztja, az megnyerheti a... Gondoltuk, hogy azért 100 ezernél egy picivel többet adunk. 100 ezer, egy forintot, egy ilyen. Kérem szépen a pénzt. Tehát egyszer ez itt 100 ezer. Köszönöm szépen. És itt van a szimbolikus egy forintosunk. Mutatom, próbálok egy közelebbi képet adni önöknek erről a pénzről. Ez az egy forint, a plusz ajándék. Nagyon fontos, ezt szeretném mondani, hogy ez az egy forintos, amit hozzátettünk ehhez a 100 ezer forinthoz, ez nem egy akármilyen egy forintos, ez egy, itt van, egy szerencse egyes. Ez itt a televízióban az egyik kolléga szerencse pénze volt, hosszú hónapokig, úgyhogy ezt igazán érdemes megnyerni. 0681-32-32-32. Még egyszer mondom, fix 100 ezer forintért játszunk. Soronként van négy darab figuránk. Neked, itt vagy még? Persze, itt vagyok, mondjad. Neked három darab lehetőséged van. A mindenségét, milyen fura hangokat hallok. Szóval, még mindig itt vagy? Halló? Itt vagy? Én itt vagyok? Igen, egy percre, csak annyira izgulok, mert édesanyám meg hangosítja a tévét. Na, figyelj, akkor igen? Nyugodj meg! Egyre több megyéből Magyarországról lehet telefonálni. Többről, mint múlt héten dolgozunk rajta, folyamatosan próbáljuk a telefonos lefedettségét a műsornak mindenhova elérhetővé tenni, úgyhogy tessék, tessék, tessék telefonálni. Sőt, van még jó hírem, hamarosan mobiltelefonról is lehet majd hívni minket. Rengeteg, rengeteg újabb kaput szeretnénk önöknek megnyitni, hogy minél könnyebben tudjanak benevezni, hiszen most is 75 ezer forintról beszélünk. 75 ezer fix nyereményről beszélünk, 75 ezer garantált forint az annak a jutalma. Aki betelefonál és megmondja nekem, hogy a falat szóhoz egy i betű hozzáadásával, a betűk felcserélésével milyen betűt fogunk kapni, nem, milyen szót fogunk kapni, nehogy betűt, az utolsó percen belül vagyunk. 0681 32 32 32, ha valaki most kapcsolódott be az adásba, de nagyon adásul, gyorsan megkönnyítettem az önök dolgát, mert nagyon sok rossz nagyon sok rossz befejtőnk volt, ez nem jó, tehát nagyon rossz, nem, nagyon sok rossz megfejtőnk volt. Egy V betű, egy A betű és egy T betű már a helyén van a megfejtésben, és én azt mondom, hogy legyen páros a betűk száma, amit megadtunk. Csiribú, csiribá! Megadtam egy I betűt is, ráadásul a V betűhez hozzáadunk egy E betűt, és kirakjuk az egér szót. Majd az egérhez hozzáteszünk még egy, mindjárt mondom, M betűt, ebből lett a mérges, nem, a méreg, bocsánat. És a 0681-32-32-32-vel tessék megmondani, hogy mit mondtam előtt. 0681-32-32-32, mi a megfejtés? Hogy lehet a méreg szót egy S betű hozzáadásával megkeverni? Miért éreztem én, hogy ez így fog történni ma? Hiszen annyira egyszerű a megfejtés, gyorsan ellövöm az elején. Nagyon fontos, hogy én az elején megsugom önöknek, hogy mit kéne mondani, akkor se szokták megmondani a megfejtést, mert nem figyelnek. 0681 32 32 32. Még mindig a jackpot nyereményünk ez a 250 ezer forint. 06... Majdnem rossz számot mondtam megint. 0681 3...
Köszönöm szépen, a kameraman fogta, levette a fülesét, behajolt és elmondta nekem a jó telefonszámot, mert úgy látszik, ma nekem ez nem megy. Ha esetleg nem azt mondanám, ami ki van írva, nem kell megijedni, 0-81, 32, 32, 32, a jó telefonszám ki van írva mindig. A dallam vagy mi ez? Dallam? A hangjegy, nézzük, okay. Mi van a hangjegy a titi alatt. A hangjegy alatt pedig van egy 10 000-es, 3 10 000, ez 30 000 forint lett, Marian. Köszönöm szépen a hívását, remélem azért örül ennek a 30 000-nek. Természetesen. Köszönöm szépen, hogy telefonált, remélem még találkozunk, kezi csókolom. Kérem, viszont hallásra. Kezi csókolom, közben megmutattam önöknek a 3 Tantusz logót, hogy hol volt elrejtve a jackpot táblánkon. Ez volt ma délelőtt a Tantusz, ne menjenek sehova, hiszen hamarosan jön utánam a Kapcsolódj be, ami egyedülálló boldizsárunkkal, aki megpróbálja önöket rávenni, amire én is próbáltam, hogy hívjanak minket és játszanak rengeteg pénzért. Délután pedig 3 és 4 óra között újra velem, Szelecki Ádámmal játszhatnak itt a Tantuszban, és rengeteg pénzt nyerhetnek akkor is. Ne menjenek sehova, vagy ha elmennek, jöjjenek vissza a tévé elé délután 3-kor, mert szeretnék pénzt adni. Kezi csókolom, viszlát, találkozunk délután.